A telefonnál pedig Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Szervusz! Jó napot, sziasztok! Szóval azt mondta a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke egy videóban, ez te vagy, hogy tulajdonképpen a 12. kerülethez, Pokorni bizalmi emberéhez köthető ez a bizonyos öveges program ügyében folyamatosan elkövetett csalás, ámítás és uniós pénzek elsikkasztása, amire Hatházi Ákos, aki először fölfigyelt erre a bizonyos öveges programra, itt kémiai és fizikai laborok uniós pénzen történő építéséről volt szó, hogy annak alapján, amit te, illetve lehet, hogy még a kutyapárt rajtad kívül fölfedeztél a 12. kerületben, tehát új adatok alapján akár újból lehet egy feljelentést tenni ebben az ügyben, amiben volt vizsgálat, volt bírósági ítélet, néhányan kaptak felfüggesztett ítéletet, vagyis nem sok történt, az igazi bűnösöket nem leplezték le. Szóval mik azok az adatok, amelyeket találtál a 12. kerületben? Hát kezdeném az elejéről, ugye, mert nekem ez az egész onnan jött, hogy egyáltalán utána nézzek, hogy Hatházi Ákos éppen egy klubrádiós interjúban tavaly ugye azt mesélte, hogy amikor ő még fideszes volt, és ott a Szekszárdi önkormányzati képviselő, akkor ő és jött ez a program, akkor megkérdezte az ottani, akkori szekszárdi fideszes polgármestert, hogy ez micsoda, és akkor ugye ő azt a választ kapta, hogy ő úgy tudja, ez a Pokorninak a bulija. És akkor én hát megkérdeztem az Ákost, a Hatházi Ákost, hogy ők akkor utána néztek-e ennek, ha már ugye ilyeneket talál mondani, hogy akkor ennek mi lehet az alapja, és mondta, hogy nem. És akkor gondoltam, hogy én megnézem. És hát valóban ugye azt lehetett találni, hogy van egy Péres István nevű szereplő, aki hát nagyon régóta tanácsadója Pokorni Zoltánnak. Tudni kell, hogy ez egy nagyon fontos bizalmi állás, azt hiszem 1,3 millió bruttó fizetéssel jár éppen jelenleg. Ő ugye 15 éve tanácsadó, és mint bárkitől hallani, aki itt az önkormányzatnál van, így a gazdasági kérdésekben azért ő szokott dönteni, amit utána természetesen megszavaz a testület, tehát ebben a formában, de hogy azért ő. És ugye ő már az Oktatási Minisztériumban is tanácsadója volt, majd beruházási kormánybiztos volt Pokorni Zoltán alatt. És akkor én arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy Pokorni Zoltán kell megnézni, mert ugye azért annyira nem, hát ugye valaki ugye, hogy a saját nevére vegyen ilyen cégeket, de akkor nézzük meg Béres Istvánnál, mit lehet találni. És hát valóban azon én is meglepődtem, nekem ezt viszonylag könnyű volt észrevenni, mert én nyilván foglalkozom kerületi ügyekkel, tudom, nem az összeset, de nyilván tudok lakásokat, amik Béres István tulajdonában vannak, tudom, milyen cégei vannak. És akkor itt az látszott, hogy ezek a gazdasági társaságok, akik megnyerték itt a 12. kerületi közbeszerzéseket, hát kb. 80%-ának van valamiféle köze Béres Istvánhoz, tehát gyakorlatilag az ő kapcsolati hálója, üzlettársai, akik itt nyerték ezeket a közbeszerzéseket, és hát tényleg nagyon feltűnő volt, mert az egyik nyertes cég vezetőjétől vette a egyik borászati cégét, a Tokaikumot, a másiktól a másik borászati cégét, a Vörös és Fehér Kereskedőházat, van olyan lakás, ahol rengeteg cég volt bejegyezve az öveges program idején. Ez a lakás utána később Béres Istvánhoz került, egy másik nyertes, a Animations a tulajdonában levő lakás, ez a Kisnámos utcai lakás, ez is Béres Istvánhoz került. Tehát gyakorlatilag ugye az látszik, hogy valami féle köze van mindenkihez, és ugye ez túlmutat a kerületen annyiban, hogy ezek a cégek nem csak nálunk nyertek. Tehát az Okker, vagy a Commitment, vagy a Studiorum, ezek rendre nyerték ugye a másodszor közbeszerzéseket, és itt egy elég kivételes, szerencsés helyzetben vagyunk, hogy átláthatjuk ezt az egészet, hogy mi történt, és ez annak köszönhető, hogy itt készült a miniszterelnökség ellenőrzési főosztályának egy jelentése 2014-ben, amit pár akkor 10 évre titkosítottak, ez valahogy eljutott Hatházi Ákos az évekkel korábban, és el lehet olvasni az interneten bárki számára, és mivel ugye ez egy belső jelentés, tehát nem a külvilágnak készült, ezért szakértők nagyon egyértelműen megállapítják azokat a
problémákat, amik felmerültek itt a közbeszerzések során. Ugye ők itt javarészt a hát túlárazás kifejezést használják, de ez a gyakorlatban nem csak azt jelentette, hogy valamit drágán adnak el, hanem azt jelentette, hogy ugyanazokat a dolgokat adták el mindenhol. Igen, hogy ezt a hallgatók is értsék, bocsánat, 43 városban iskolánként 300 millió forintért újítottak föl egy-egy ilyen labort, vagy természettudományos tantermet, tehát óriási pénzekért, és nagyjából ugyanaz a céghálózat csinálta mindenhol, és ugyanazt a szoftvert, ugyanazokat a különböző leíratokat, munkafüzeteket, tanulmányokat adták el mindenhol, hatalmas összegekért, tehát gyakorlatilag semmi új nem volt az egészben, hanem ugyanazt mindenhova, mint hogyha valamiféle copy-paste-tel lemásolták volna az egészet, és ehhez, ezek szerint ehhez a 12. kerületi bizalmi emberhez köthető cégek voltak ebben jó részben. Azt azért tegyük hozzá, hogy azért apró változtatások történtek, mert minden esetben, de azért nem pontosan ugye azt adták el, csak nagyjából. Egyébként maguk a termékek is sokszor igazából érthetetlennek tűnnek, tehát volt például egy szoftver, ezek több millió forintért lett eladva rengeteg alkalommal, ami képes egyszerre akár kettő, tehát nem egy, hanem akár kettő tanterem beosztását is tárolni. Valahol mindenki el tud képzelni egy extra táblázatot, ami erre hát a gyakorlatban... Vagy egy kockás papírlapot is. Igen, és hát ugye voltak olyan közbeszerzések, amik tehát nagyon nehéz nem azt gondolni, hogy itt ez előre meg volt beszélve, hogy ki fogja megnyerni, és hogy milyen mi történik. Tehát mondok egy példát, volt egy olyan, ahol kiírták a közbeszerzést, meg volt, hogy mire kell beadni ajánlatot. Majd érkezett három ajánlat. Ez a három ajánlat nem arról szólt, mint amit kért volna az önkormányzat, viszont mind a három, tehát amit a három különböző cég adott be, az pontosan ugyanaz volt. Tehát ilyen hogy történhet meg, és ugyanúgy hogy történhet meg az, hogy egymástól elvileg teljesen független városok és önkormányzatok pontosan ugyanazokat a cégeket hívják meg a közbeszerzéseikre, és itt is egyébként a Béres István cége hát egy nagyon furcsa szerepben tűnik fel. Ugye az ő cégét már egy Infokon nevű cége, nem a 12. kerületben, de máshol meghívták övegeses közbeszerzésekre, itt két másik céggel kellett mindig ugyanazokkal kellett versenyeznie, és hát úgy van, hogy az egyik cég, akivel versenyzett a Béres István cége, annak a akkori székhelye az ma már a Béres Istváné, a másik, akivel versenyzett, az pedig a tulajdonosa volt akkor ennek a lakásnak. Tehát ez biztos, hogy összefüggő körök. Én azt nem állítom, hogy ezt Béres István szervezte volna, se az, hogy Pokorni Zoltán, Uller Zoltán és Ekler Gergely neve egyébként szintén rengetegszer felmerült, de az, hogy ez szervezet volt, az biztos, és az, hogy a ügyészség nem emelt vádat ugyanolyan esetekben, mint amikor megemelt. Tehát például ez is tök érdekes, hogy az a pár ember, akit te is említette, hogy felfüggesztett börtönt, illetve pénzbírságot kaptak, az ő cégeik pontosan ugyanazt csinálták, mint az Okker ZRT, akik meg valahogy nem zavart senkit, mert hát ugye Ekler Gergelyt azt már nem bántjuk, mert egy fontosabb ember. Én nem tudom, hogy ebből de valami kicsit szkeptikus vagyok, hogy itt valami történni fog, tehát a 9 év alatt idejutott az ügyészség meg a bíróság, akkor ezt így nehéz, de hát ha most úgy akarunk felelni az EU-nak, hogy mennyire nem vagyunk korruptak, akkor itt most meg lehetne mutatni, és akkor hajrá. És hol próbáljátok megmutatni, vagy próbálod, nem tudom, egyáltalán kiadná be a feljelentést, az integritás hatósághoz fordultok, vagy rögtön az ügyészséghez, hova mentek? Hú, hát ez az Ákosnak a pörgőt, de valami magamtól tényleg nem is gondoltam feljelentésre, mert hogy se fog történni semmi. Hogy mondjam, nyilván az ügyészség jobban rálátott erre az egészre, mint én. Nyilván megkeresette volna a felelősöket. De az nagyon tetszik a videódban, ajánlom a közönségünknek is, hogy kiálltál egy tábla elé, és akkor kiraktad a neveket, meg cégneveket, és az egyik ehhez kapcsolódott, a másik ahhoz, és kiúztad a zsinórokat, és oda rajszögezted, és ott álltál egy tábla előtt, ahol gyakorlatilag mindenki mindenkivel összefüggésbe került. A lényeg az, hogy a céghálót nagyon szemléletesen mutattad be. Köszönöm. Pedig ez nem vicc, neked a vicc az igazi tereped. Bocsánat, ezt most pont nem hallottam. Hát, hogy pedig ez nem vicc, és neked a vicc az igazi tereped. Aztán mégis csináltál egy másik terepasztalt magadnak.
Hát ezen én is meglepődtem, hogy én amikor önkormányzati képviselő lettem, bevallom, eszembe nem jutott, hogy valaha érdekelni fognak a közbeszerzések vagy ezek a dolgok. Aztán meg valahogy úgy alakult, hogy mégis, és akkor viszonylag sokat foglalkoztam ezekkel az elmúlt években. Az mennyire lepett meg téged, hogy a Fidesz legbecsületesebbnek látott arca, legtisztább keze, aki még maga a saját hangján videón rögzítve is azt mondta, hogy aki lop, annak le kell vágni a kezét. Szóval, hogy hozzá ilyen közeli emberek milyen érdekesen tudnak működni a magyar üzleti életben. Hát nekem abból a szempontból az nem volt meglepő, hogy ugye alapvetően két helyen zajlik nagyobb pénzmozgás, ugye a 12. követi önkormányzatnál, ami nem fix, hogy ugye mindenkit kell költeni bérekre vagy rezsire. Ugye ez egyik az ingatlan eladások, amiből hát nagyságrendileg 1 milliárdos bevétel származik évente a kerületnek, és a közbeszerzések, ugye, ahol meg a összes építési beruházás van. És ez mind a kettő olyan terep, ahol azt látom, hogy az elmúlt 10 évben nincsen verseny a kerületbe. Vajon miért nincsen verseny? Tippelhetünk, hogy mi lehet ennek az oka. Rendre ugye azok a cégek nyerik a közbeszerzéseket, az építési beruházásoknál, de egy csomó más esetben is, és hát a ingatlanadások meg egy képes a 12. kerület azt összehozni, hogy miközben látványosan áron alul ad el ingatlanokat, gyakorlatilag folyamatosan csak egy érvényes ajánlat érkezik. Egyébként most érdekes volt, mert tavaly volt egy, ahol érkezett 3, és ettől nagyon megrémületett az önkormányzat, mert vissza is vonta egyébként a licit hirdetést. Szóval igazából ezt a fajta működését a, hát hogy mondjam, Pokorni Zoltán vezette intézményeknek azt már azért láttam korábban is. És amikor te az önkormányzat képviselőtestületében szóba hozol ilyen ügyet, mire a válasz? Hát én bevallom, már nagyon szóba se hozom, mert hogy minek, nyilván elmondják, hogy minden törvényes volt, és minden a szabályok szerint zajlik. De mondok példát, tehát amikor például ingatlanokat hát szerintem olcsón adnak el, és csak egy érvényes ajánlat érkezik, akkor sok esetben azt csinálnak, hogy olyan feltételeket raknak az adásvételi szerződésbe, illetve már magába a pályázatba, ami egyrészt ugye csökkenti az ingatlan értékét, másrészt elriasztja a lehetséges vevőket. Ezek egyébként jellemzően feltételes módban meghatározott feltételek, nagyon rosszul hangzanak. Hát például, hogy adott esetben az önkormányzat 2 éven belül elállhat a szerződéstől, és kamatmentesen fogja visszafizetni az ingatlan árát. Ugye ma akkor éppen 20% körüli infláció van, ez tényleg marha jó, hogy 2 év múlva az önkormányzat visszafizeti a fizetésre, ezzel pénzt kapod meg, és hogy ezzel el tudják érni ezeket, amit szeretnének húzni. Hát köszönöm Kovács Gergőnek, a Kétfarkú Kutyapárt elnökének. Akkor további jó terepmunkát kívánok. Szervusz. Köszönöm a lehetőséget. Szervusz. Viszont, sziasztok.